Köszöntöm Önöket! Az eheti Kultúrpontban szó lesz arról az előadásról, amely gróf Zichy Antóniának és gróf Batthyány Lajosnak állít emléket. Beszámolunk a Hagyományok Háza jótékonysági akciójáról. A műsor első részében pedig a Hegyvidék Galéria új kiállítására látogatunk el, amely Richter Sára alkotásait mutatja be. A tárlat arra világít rá, hogy a test gyógyulásához, a lélek gyógyulásán át vezet az út. Mindennapjainkban rengeteg problémával, szorongással, félelemmel kell szembenéznünk, de a nehézségek hittel és akarattal leküzdhetők. Richter Sára alkotásai a lelki változáshoz, gyógyuláshoz vezető utat igyekeznek megmutatni. Nem véletlen, hogy a Hegyvidék Galériában látható kiállításnak is a Szentírásból származó idézet lett a címe, amely úgy hangzik: akarsz-e meggyógyulni? A leginkább azt vizsgálom a munkákban, tehát hogy a szorongásnak valamiféle értelmét nyerhessünk, mert önmagában az, hogy egy ilyen valódi nagy problémák miatt is, de egy gerjesztett szorongásban élünk, ez rettentően megbetegíti az ember lelkét, testét egyaránt. És erre egy választ kerestem, hogy hogy lehet ebből mégiscsak megtalálni azt, hogy ez ne fölösleges dologgá váljon, hanem akár épülni belőle. Richter Sára több mint két évtizede foglalkozik textilmunkák készítésével. A növényi festékekkel színezett képeken a művész fonállal rajzol különböző alakzatokat, az alkotások pedig hímzett vagy pecsételt szövegekkel, idézetekkel és jelképes erejű tárgyakkal egészülnek ki. A sorozatnak lerakódása címe, tehát az egy éven keresztül dolgoztam rajta, mert nagyon lassú folyamat, tehát itt ez a bádog áztató edény, ahol képhordozója az elkészítés alatt is, tehát ebben készül a kép, tehát itt egyben van a keret és a textil, és az a lényeg, hogy ezekben az edényekben a megvart képeket, ahogy beleáztattam magán, a bádogon is a lerakódása, tehát az időben, ahogy újra és újra áztattam, egy ilyen újabb rétegződést kapott, és ezek, ahogy a szorongásaink, betegségeink, problémáink úgy rakódnak egymásra, és egyre magukba kerítenek, és egyre nehezebb belőle szabadulni. És ez személyes is, mert itt az ember, a betegségek, a szervei. Tehát van egy ilyen abszolút a betegséggel való szorongás, de a kiszáradó föld, az elszáradt búza, de vagy a világ jelenségei is, mert ezek a térképek, egyrészt a földrajzi helyzetünk, hogy mindenképp Közép-Európa egy ilyen szorongatott, a földrajzi helyzetéből egy állandó kitettségben él. A másik térkép, hogyha ez a Európa földrajzi térképe úgy, hogyha valóban bekövetkezik a megjósolt tengerszint emelkedés, akkor milyen szinten fenyegetett lesz Európa. Tehát ott is fölöntöttem egyszerűen sóval, és kikristályosodott mindaz a terület, ami el fog veszni. De a kifutása az egésznek pont az, hogy nem lehet ezekbe a szorongásokba élni, hanem mindenképp egy saját felelősség is van. Tehát egyrészt a gondviselést megtapasztalni és belekapaszkodni és elhinni, hogy nem az a feladatunk, hogy amit nem lehet megváltoztatni, azt megváltoztassuk, hanem ami rajtunk múlik, abba tegyük oda magunkat. Tehát, és ezért az utolsó darabja ennek a sorozatnak, ez az akarsz-e meggyógyulni, ez egy evangéliumból vett idézet, ez a betesdai gyógyítás, amikor egy olyan
embertől kérdezi meg Jézus, hogy akar-e meggyógyulni, aki már 38 éve betegen fekszik bénán, és ezt beszélve, hogy akarok, de nem tudok elmenni a vízig, ami meggyógyít, mert mindenről lemondott, mert letett róla, hogy ő tehetne, vagy hihetne a gyógyulásba, és hát azért ez egy ilyen buzdítás, hogy akármilyen csüggett az ember, akkor is van tennivalója, vagy lehet tenni. A mostani kiállításon bemutatott alkotások többsége az elmúlt másfél évben készült. 22-ben készített sorozat, ez az üzenet című, ami a 7 darabból áll. Ezeknek a lényege, hogy a térbe belógatva láthatóak, és két oldalról érvényesek. Tehát az üzenet úgy értelmezhető, hogyha mind a két oldalról megnézzük. Ezek is ugyanígy sóba mártott, vagy keményítőbe mártott vásznak, tehát olyan keményen állnak kicsit ezt a légiességüket el is vesztik emiatt, mintha kőlapok lennének szinte olyanok. És itt egyértelműen ezek csupa evangélium üzenet van rá írva, tehát kis részletek az evangéliumból, kézírással, hol hímezve, hol drótból hajtogatva, belerozsdásítva szintén. És ez ugyanaz a vívódás és a hittelval Istenhez fordulás, hogy tudom, hogy neked van erőd meggyógyítani engem, tehát hogy kívánom a gyógyítást, és fölötte ezek a gombostű, ez csak egy ilyen felhő fölötte, tehát tulajdonképpen itt nincs válasz, és a másik oldalról, ha megnézzük, akkor onnan íródik ki a gombostűk fejéből, hogy akarom, tisztulj meg. Tehát, hogy sokszor kétségbe esetten kérjük a segítséget, de nem veszük észre, hogy ott van, és megjött, és ott a válasz, és hogy ne lenne segítség. Richter Sára alkotásait március 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Hegyvidék galériában. Egy példaértékű házaspárnak, gróf Szicsi Antóniának és gróf Batthyány Lajosnak állít emléket a Tonit című előadás. Az 1848-49-es szabadságharc hősei előtt is tisztelgő irodalmi esttel a Klebersberg kastélyban találkozhat a közönség március 25-én. Most az előadás főszereplője lesz a vendégünk. Horváth Lilia az előadás főszereplője, a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szép napot! Ugye ez egy felfrissített előadás, amiről most beszélünk. Covid előtt volt a bemutatója, de hát talán egy picit újra kellett gondolni az egészet, meg az egész életünket, igen, és most fel kellett ezt is frissíteni. Ugye hát a Covid az sok mindent megállított, de azt lehet, hogy nem tudják a nézők, hogy van ennek az előadásnak egy nagyobb szabású változata. A Gödöllői kastélyban is előadtuk, ahol egyébként az én édesanyám is játszik, időskori Zicsi Antóniát, hiszen a darab Batthyány Lajosné, gróf Batthyány Lajosné Zicsi Antóniáról, Toniról szól, és ott mellettem ott van Széles Tamás is a színpadon, aki maga Batthyány. De ennek van egy irodalmi változata, hiszen ennek a váza, ez alapvetően a Zicsi Antóniának a naplója a gyerekeinek, és az emlékiratai tulajdonképpen az apjukról, Batthyány Lajosról, tehát ez egy eredeti műnek a feldolgozása, és ez van úgy is, amikor csak én vagyok jelen, de mind a két verzió egyébként szerintem nagyon átadja azt az utat, amit egyébként ő a férjét követve egészen a kivégzéséig sajnos végigjárt nőként, feleségként, anyaként, és nagyon érdekes pont, most gondolkoztam, hogy mennyire ismétli a történelem önmagát, hogy most is egy olyan nehéz időszak van, ahol anyákat gyerekekkel látunk jönni háború elől menekülve, tehát hogy a nők mennyire erősek tudnak lenni ilyen nehéz helyzetekben. Ezért ez egy ilyen örök téma
szerintem. Újra kellett egyébként gondolni egy picit a karaktert, vagy ilyenkor hogy történik egy-egy ilyen előadásnak a felfrissítése, mert nyilván belehelyezkedik egy szerepbe, utána néz az adott történelmi személynek, igen, de most a Covid után, hát újjászületett az életünk is gyakorlatilag. Igen, hát mindent újra kell gondolni, és minden előadás, főleg azt gondolom, amikor az ember egyedül áll a színpadon, monodrámaként, ez a hivatalos neve, vagy monoelőadásként, és az adott néző közönséget érezvén, hogy mire, hogy reagálnak, ezért minden előadást az ember újra gondol, és amit most mondtam, valószínűleg nekem ez a mondatok mögött ott lesz, hogy az ember még jobban átérzi, hogy ez milyen nehéz lehetett nőként helyt állni. Nagyon érdekes, hogy Batthyány Lajosné, Zicsi Antónia, Toni, hívjuk őt így, ő egy korának meghatározó, nagyon nagy egyénisége volt neki egy testvére, és tulajdonképpen ő állt a Batthyány mögött úgy, hogy ő indította el a politikai pályafutását is, ezt ugye később én is már olvastam, illetve jöttek szakértők, történelmi szakértők, akik ezt mesélték. Tehát ez a minden nagy férfi mögött áll egy... Ezt akartam mondani, igen. Ez a mondat, ez tényleg ott van. Tehát, hogy annyira tud támogató lenni, inspiráló egy férfinek is, ha ott van egy ilyen feleség, egy ilyen asszony mögötte, hogy itt is ez a helyzet állt fenn köztük, és egy ilyen kapcsolatuk volt. Milyen nőkép rajzolódik ki az előadás nyomán? Milyen nőkép? Milyen nőkép, igen. Hát egy erős. Milyen asszony volt? Egy erős, Zicsi nagyon Antónia. Határozott, hiszen amikor fiatalon vesztette el a férjét, és ott maradt a gyerekeivel, ő aztán fekete ruhába, gyászba öltözött, és nem is ment férjhez többet, és tulajdonképpen ő a férje emlékét ápolta, és ez a napló is azt mutatja, ami nagyon érdekesen van megírva, mert színészként is először nehéz volt, hogy ő nagyon ugrál az időbe. Tehát amikor a férjét elfogják, amikor ide viszik, amikor megtudja a kivégzést, de előtte találkoznak. Tehát tényleg egy ilyen nagyon kacsa, vagy térképen lerajzolnánk, ő így követte a férjét, egy nagyon... Ezt segítjük is egyébként, mögém van vetítve, hogy mikor, hol van Batthyány Lajos, mert nagyon nehéz követni, és az ember belegondol, akkor szinte fizikailag lehetetlen, hogy ő milyen utat bejár, és arra akartam ezt kihegyezni, hogy próbáljuk egy kicsit, hogy ez ne csak egy ilyen naplófelolvasás legyen, hanem egy ilyen bizonyos tárgyakkal vizionálunk erre a történetre is, tehát hogy tényleg a néző, amellett, hogy én egy gyönyörű korabeli ruhát viselek, és egy nagyon szép zenei aláfestése van az előadásnak, tényleg visszarepüljön abba az időbe. Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen történelmi időutazást? Igen, igen, és hogy az is lenne ennek a szerepe, és ez például még nem is futotta így ki magát ez az előadás, hogy én nagyon boldogan kipróbálnám azt, mert voltunk vele még a Covid előtt határon túl, időseknek játszottuk, fiataloknak, és nagyon máshogy reagálnak. Mert ugye a gyerekek, ahogy tanulják a történelmet, azért az nagyon papír szagú, papírízű. De ha mondjuk egy ilyen előadás, azt gondolom, eljut hozzájuk, akkor azért rájönnek, hogy jaj, tényleg ott is így éltek az emberek, ott is ezzel a problémával, ilyen érzelmekkel, és nem csak ilyen évszámokat tanulnak meg, hanem közelebb kerül hozzájuk kicsit a történelem. Tehát szerintem ezeknek az előadásoknak is az a célja, hogy teljesen a mai emberhez szóljon, amellett, hogy tényleg nagyon nehéz és arhaikus a szöveg is, hiszen ő akkor ebben az időben így írt naplót, levelet, sajnos ez ma már kikopott az életünkből. Mennyire volt egyébként nehéz feladat felkészülni erre a szerepre? Egyáltalán hogyan nézett ki a felkészülés? Tolár Mónikával, aki rendezte és dramatizálta ezt a naplót, nagyon sokat ültünk és olvastuk, és természetesen nem az egész naplót szó szerint, mert az nagyon hosszú lenne, olvasom föl, de megpróbáltuk azokat a dramaturgiailag fontos pontokat, ami maga a Antónia személyiségét is bemutatja, hogy ő azért milyen ember volt, milyen érzelmekkel viseltetett a férje iránt. Tehát ez egy nagyon sok ülős próba volt, és aztán olyan érdekes, hogy én sok ilyen történelmi személyiséget kapok szerepként, hogy az ember felveszi azt a ruhát, és valahogy tényleg úgy visszarepül az időbe, vagy nekem ez úgy könnyebben megy, de természetesen nagyon sokat olvastam utána.
a történet, vagy az életút megértésében mennyit segíthet adott esetben a helyszín. Most itt ugye Krébersberg kastélyról beszélünk, ami talán egy picit intimebb közeget tesz lehetővé majd. Én nagyon szeretem a intimitást, meg ezeknek az előadásoknak jót is tesz, mint hogyha fölhelyezik egy nagy klasszikus színpadra, mert hát ilyen közel ülnek a nézők, és sokkal jobban lehet őket bevonzani és megfogni. És remélem ez ebben a gyönyörű szalomban, ez lesz nekem az első ilyen szereplésem, én még itt nem léptem föl, hogy ez még inkább fogja adni azt a környezetet és aurát körém. Beszéltünk ugye a főszereplőről, a karakterről. Mi lehet az üzenete a 21. századi nők számára ön szerint, Zicsi Antóniának? Az, hogy a nők mennyire erősek, hogy ebben bíznunk kell, hogy, és ugye amit említettem itt az interjú elején is, hogy bármilyen nehézség jön, főleg akinek gyereke van, ugye nekem is 3 gyermekem van, azt tudom, hogy az embert annyira erősíti, hogy egy olyan életösztön és egy életile igenlés, és nem lehet összeesni. Itt is összeeshetne bármelyik ponton a Tony, és mégse teszi. És ez a férfiakra is úgy tudhatni, tehát ezért mondom, hogy az nagyon fontos, ha főleg egy házasságban szerintem, hogyha két egyenrangúként és egymást támogatva tudnak haladni, és ez az előadás is, és ennek a bizonyítéka. Ez egy premier is, és ennek még lesz egy hosszú útja. Köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk. Egyedülálló kezdeményezéssel segíti az ukrajnai menekülteket a Hagyományok Háza. Az előadó művészek és kézművesek összefogásával megvalósuló programról Nagy Dórát, a Hagyományok Háza kulturális szervezőjét kérdezem most. Szervusz, köszöntelek a stúdióban, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Ugye, amikor kirobbant a háború Ukrajnában, a Hagyományok Háza már akkor elindított egy gyűjtést. Milyen eredménnyel zárult, vagy egyáltalán tart-e még ez a gyűjtés az épületben? Így van, akkor mi is szerveztünk egy adománygyűjtést a háborús menekültek számára, és ezt az épületünkben szerveztük meg, a Korvin téri épületünkben ezt a gyűjtést, és kitettünk az oldalunkra is egy felhívást, hogy adományokat gyűjtünk. A munkavállalóink nagy része hozzájárult ehhez az adománygyűjtéshez, és a katolikus Karitász segítségével valósítottuk meg ezt a gyűjtést olyan formán, hogy mi gyűjtöttük az adományokat, viszont ők voltak, akik a logisztikai részét megoldották a dolognak. Egy Barabás nevű településre vitték el az adományokat, amiket gyűjtöttünk, és az ottani önkéntesek juttatták el a megfelelő helyszínekre ezeket a dolgokat. Ezek például tartós élelmiszer, tisztálkodószerek, ilyesmiket gyűjtöttünk, teát, kávét, ilyen tésztaféléket, ilyesmit, amit ugye hosszabb távon is föl lehet használni. És hát nyitvatartási időn belül tudták hozni az adományokat, akik szerettek volna hozzájárulni, és nagyon sok dolog összejött igazából, rengeteg élelmiszer és tisztálkodószer, de mellette ugye pelenkát is hoztak nagyon sokan, meg pokrócokat például. Úgyhogy tulajdonképpen sikeresen zárult ez az adománygyűjtés. Ami tulajdonképpen a más formában, de folytatódik erről a mostani akcióról mit érdemes tudni? Ez egy szélesebb körű összefogás, amiről most beszélgetünk. Igen, így van. Hát tulajdonképpen minket is, ugye Hagyományok Háza dolgozóit és vezetőségét is nagyon-nagyon mélyen megérintette ez a háborús helyzet, ami kialakult, és viszonylag több ideig gondolkodtunk rajta, hogy mi az, amit mint Hagyományok Háza tudunk nyújtani, természetesen az adománygyűjtésen felül. És hát arra jutottunk, hogy adjuk azt, ami mi vagyunk. Egy ilyen közösségi élményt igazából szerettünk volna nyújtani azoknak, akik elhagyni kényszerültek az otthonukat. És ezt olyan formában valósítjuk meg, hogy szerdánként programszervezésbe fogtunk, és 5 órakor kezdődnek a programok, és mindenféle gyerekprogramot is, gyerekeknek való programot szerveztünk, például kézműveskedést,
népmesemondás, tehát élőszavas népmesemondás, gyermektáncház, tánctanítás, és ebben aktívan közreműködnek a dolgozóink, például a Magyar Állami Népi Együttes táncosai, illetve mi a szervezők részéről, illetve a kézműves kollégák is. Úgyhogy ez egy nagyon széles körű összefogás, hiszen ebben egy olyan rendszer van, hogy ezt ugye megígértük, hogy minden héten megvalósítjuk, és ehhez tartjuk is magunkat. Tehát a programok adottak, hogyan találják meg mégis a kapcsolatot azokkal, akik bajban vannak, és hát megpróbálják számukra egy picit elviselhetőbbé tenni a mindennapokat? Alapvetően az ukrán kisebbségi önkormányzattal vettük fel a kapcsolatot, és ők segítenek ugye abban, hogy akik szeretnének, eljussanak hozzánk. Alapvetően kitettük ugye a honlapunkra is ezt a programot, tehát meg tudják tekinteni a programtervet, hogy melyik szerdán mi az, ami megvalósul nálunk. És, de hát nyilván ez kevés, azért nem biztos, hogy nézik pont a mi oldalunkat azok az emberek, akik érintettek, úgyhogy az önkormányzat segítségével. És tulajdonképpen ez úgy történik, hogy egy regisztrációs, egy internetes felületen egy regisztrációs lapot ki kellene tölteni azoknak, akik szeretnének eljönni hozzánk, hogy lássuk, hogy körülbelül mennyi emberre számíthatunk. És akkor ez alapján várjuk őket. Tehát például pont múlt héten volt az első alkalom, és az egyik kisebb termünkben szerveztük ezt a programot, és annyian regisztráltak, hogy át kellett tegyük a szép nagy átriumunkba, mert nagyon nagy volt rá, úgymond a kereslet vagy az igény, hála Istennek. De hát ez lenne a cél, gondolom, igen, hogy igen, minél igen. Több ember számára próbálják tényleg elviselhetővé tenni a mindennapokat. Így van. A művészekkel hogyan veszik fel a kapcsolatot? Mert gondolom nem csak a Hagyományok Háza berkein belül próbálják megszólítani azokat, akikben van tennivágyás, segítő szándék. Így van. És a tevékenységükkel megpróbálnak segíteni a bajban lévőknek. Alapvetően nagyon sok munkatársunk kiveszi a részét ebből, ugye a Hagyományok Házában nagyon sok művész dolgozik, zenészek, táncosok, kézművesek, és alapvetően jó, hogyha a házon belül úgymond meg tudjuk ezeket oldani, hiszen mindenki a magáénak érzi ezt a programot, és viszont azok a partnerek, akikkel együtt dolgozunk, például külsős zenészek, táncosok, akár kézművesek, nekik kitettünk az oldalunkra egy felhívást, hogy önkéntes alapon tudnak jelentkezni, hogyha szeretnének segíteni és részt venni ebben a programban, és feltettünk kérdéseket, hogy ki mivel tud hozzájárulni, zenével, tánccal, tánctanítással, énektanítással, mesemondással, és van úgymond egy ilyen adatbázisunk, most már elég sokan jelentkeztek, de azért még mindig várjuk a jelentkezéseket, és akkor ebből tudunk válogatni igazából. Van népzenész, zenekar, táncos, kézműves. A kézműves kategóriában nagyon sokan jelentkeztek, bevallom, hogy zenekarokra és tánctanítókra még azért volna szükség, és talán még mesemondókra is. Tehát a kézművesek közül nagyon sokan jelentkeztek, illetve azok, akik ilyen interaktív gyermektáncházat tudnak tartani, ők is nagyon sokan jelentkeztek. Említetted, hogy nagyon sokan gyűltek össze az első alkalommal, de mégis mik voltak a tapasztalatok, vagy a te személyes tapasztalataid, benyomásaid? Az volt a tapasztalat, hogy körülbelül 70-en regisztráltak az első alkalomra. Ebből hát pontos számot nem tudok mondani, de körülbelül 45-50-en érkeztek, többnyire kisgyermekes családok érkeztek hozzánk, vagy hát édesanyák a gyermekeikkel, és hát ugye alapvetően egy kisebb terembe terveztük a programot, és mivel sokan regisztráltak, ezért áttettük az átriumba, de még mindig van befogadókészség, tehát tudnának még sokkal többen is érkezni. És még a programnak van egy nagyon fontos eleme, hogy kialakítottunk úgymond egy ilyen teaházat, hogy teát, apró süteményt és gyümölcslevet kínálunk a résztvevőknek. Ez egy nyugodtabb helyen történik, egy kisebb teremben, és ezt azért alakítottuk ki, hogy
akik eljönnek, és a gyermekeik esetleg táncolnak, kézműveskednek, a felnőttek tudjanak egy teára leülni és találkozni, beszélgetni, hogy ki hogy érzi magát. Tehát alapvetően a sors közösség érzését próbáltuk ezzel úgymond elősegíteni, hogy legyen egy fórum, egy helyszín, ahol ezek az emberek elmondhatják a bánatukat, vagy a nehézségeiket. És mondjuk a tapasztalat az, hogy szívesebben vesznek részt a táncházban, úgyhogy erre a teaházas kis terembe viszonylag kevesen jöttek, úgyhogy ezen is alakítani fogunk. Tehát gyakorlatilag most minden változik olyan szempontból, hogy nekünk volt egy terv a fejünkben, és hát az igények alakítják. Tehát most ezt a teaházat is valószínűleg ki fogjuk tenni az átriumba, hogy egy kicsit közelebb legyenek egymáshoz a családok, hiszen teljesen megértem, hogy egy ilyen helyzetben nehéz a gyermekeiket is akár csak egy-két percre is egyedül hagyni. Tehát amit ők átélnek, az egy óriási trauma. Úgyhogy próbálunk alkalmazkodni úgymond az igényekhez. Igen, erre próbáltam egyébként kiukadni a kérdéssel, amit említettél is, hogy mennyire sikerült a borzalmokat felettetni ezzel a programmal. Bevallom, hogy én úgy láttam, hogy jól érezték magukat, és bár amennyire egy ilyen helyzetben ezt el lehet mondani. Viszont ami még ennél is fontosabb, hogy én azt láttam, hogy biztonságban érzik magukat nálunk. Mi is otthon érezzük magunkat a budai Vigadóban, és nagyon szeretjük, és remélem, hogy tényleg sikerült ezt átadni. Ugye meg alapvetően vannak nyelvi nehézségek is, úgyhogy tolmácsok is jöttek erre az eseményre, hogy segítsenek ebben, hogy még otthonosabb legyen az egész környezet. Szerepel-e a tervek között, hogy kiterjesztitek ezt a programot vagy programsorozatot a Hagyományok Háza falain kívülre is? Ugye a Hagyományok Háza egy hálózattal is rendelkezik tulajdonképpen Kárpát-medence szerte. Mennyire próbáljátok bevonni a társintézményeket ezen kezdeményezésbe? Hát alapvetően ugye a kárpátaljai helyszín ugye természetesen ott helyben tud cselekedni, tehát ott is megvannak a munkatársaink arra, hogy ezeket a programokat elérhetővé tegyék ott a helyszínen, és mi alapvetően most elkezdtük ezt a sorozatot, és szeretnénk minél több tapasztalatot gyűjteni ebben, és akkor ezek után próbálnánk kiterjeszteni. Tehát amit helyszínen meg lehet tenni, azt megtesszük. Akkor még egyszer mondjuk el, hogy azon előadó művészek, akikben van segíteni vágyás és tetre készek, ők hogyan tudnak csatlakozni? Ők a honlapunkon lévő regisztrációs felületen tudnak regisztrálni, és ugye hát számítani kell rá, hogy ez szerdánként valósul meg, tehát ugye az jelentkezzen, aki alapvetően szabad ebben az időpontban, ugye 5 órától körülbelül 6:30-ig, mert most ezen is egy picit változtattunk, mert először 5:30-től kezdődött a program, de azt korainak éreztük, úgyhogy áttettük 5 órára. Úgyhogy nagyon várjuk a jelentkezőket még főképp zenekarok tekintetében. Hát bízom benne, hogy minél többen jelentkeznek. Majd köszönöm szépen, hogy így jártál nála. Én is köszönöm. A Kultúrpontot is visszanézhetik a Hegyvidék TV honlapján. Új műsorra legközelebb egy hét múlva, szerda este 8 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!